Már is itt van velünk Petri Lani, Barta Enikő, ugye, madár szakértő vagy, és az év madaráról fogunk beszélgetni, ami 2019-re a gólyatöcs lett. Köszöntelek a stúdióban. Szervusz. Július 23-án zárult le a szavazás, három parti madárra lehetett szavazni, és végül is 40%-a több mint 3600 szavazattal a gólyatöcs lett aztán a kiválasztott, és most már ugye az a feladat a Madártani Egyesületnek, hogy január 1-ig most már elkészítse a szóróanyagokat, mindenféle olyan tájékoztató dolgot, amit aztán majd a következő éve tudnak használni. Ugye az év madara, ez mióta rendezik ezt az év madara választást, és tulajdonképpen mi ennek a célja? Mi az apropója, hogy év madarát választunk? Hú, hát ez már a múlt évezetben kezdődött, ugye? Igen. 79-ben először a gyurgyalak volt az év madara, és onnantól kezdve minden évben megválasztották. Először a Madártan Egyesület jelölte ki, nem volt szavazás. Utóbbi években már három madár közül lehet szavazni, de ott is az ajánlásokat a Magyar Madártan Egyesület teszi meg. Változó egyébként, hogy mikor mi lesz az év madara, vagy mi az indíték. Volt, amikor kifejezetten a madárfajnak a védelmi státusza szabta meg, tehát ez annyira veszélyeztetett volt. Például már négyszer volt a fehér gólya az év madara, háromszor a fecskék, kétszer a gyurgyalak, háromszor a buborsbanka, tehát vissza is térnek időnként ezek a fajok. De van, amikor egyszerűen még a mezei veréb is volt már év madara, mert amikor ilyenkor egy bizonyos élőhelyre szeretnék felhívni a figyelmet, vagy tavaly volt a tengelisz, hát ez egy tucat madár, tehát igazából is személyesen a faj, az nem szorul védelemre, viszont azok a ligetes fás részek, ahol él, az mindenképpen. És idén szintén ez volt az ok, tehát ezek a sziki parti madarak, ezek egyre inkább az élőhelyek hiánya miatt kezdenek visszaszorulni. A gólyatöcs is olyan, egyébként másik neve széki gólya, tehát nagyon találó mind a két neve. Egyrészt azért, mert olyan fekete-fehér madár, ami emlékeztet a gólyára, de akkor a teste, mint egy rigónak. Tehát önmagának a karikatúrája, mert egy nagyon hosszú, piroslábú, pici kis madár hosszú csőrrel, és szikeseken szeret fészkelni, tehát a széki gólya elnevezést innen kapta. Na hát ő az, aki mindig az adott vízjárástól és időjárási viszonyoktól függően 200 és 1000 pár között mozog a fészkelő állománya. Tehát nagyon-nagyon kitett annak, hogy éppen milyen csapadékos a nyár, mennyire vannak belvizek, szegény, már hogyha mondjuk ex-lége védettek a lápok és a szikes tavak, ettől függetlenül visszaszorult sajnos, most már ugye egyre melegebbek a nyaraink, egyre kevesebb a csapadék, bár most idén egész jól állunk. Eddig igen, tehát eddig azért nem volt veszedelmes, és szegény visszaszorult most már szikes tavakról, néha ilyen trágyaszikasztó telepeken, meg üledék tavakon próbál fészkelni. Itt, hogyha Nyíregyháza környékéről nem megyünk túlságosan messzire, akkor hol láthatunk legközelebb ilyen kis madárkát? Ugye gólyatöcsről beszélünk továbbra is. Így van, hát legközelebb néhány kilométerrel egy rozsdészőlő mellett van a Szelkótó. Annak láttam például, vagy másfél-két hónapja a ivadéknevelő tavainál gólyatöcsöket. Aztán a Tiszavasvári Fehérsziken is, hogyha csapadékosabb az év, több a belvíz, akkor ott is rendszeresen vannak, a Nagysziken is előfordul, de igazából azért nekik a Dunatisza köze az az igazi élőhelyük, tehát a kiskunsági szikes tavaknál meg ezeken a helyeken sokkal többen fészkelnek. Ha már év madara, akkor egy picit beszéljünk a másik két versenyzőnkről is, ugye ők voltak a Gulipán és a Nagy Póling, ők milyen madarak, hogy kell őket elképzelnünk? Így van, hát a Gulipán az nagyon hasonló életmód is, és sok mindenben a gólyatöcshöz. Enyhén fölfele ívelő, nagyon kis bájos csőre van, fekete-fehér madár, ő is szintén parti madár, tehát hosszú lábú. Ő talán nem annyira igényli a vizet, tehát ő kicsit távolabb is a vízparttól, kicsit távolabb is fészkelhet, és kaszáló mozdulatokkal járkál a vízben, és ezzel a felfele ívelő csőrével szűri ki a mindenféle apró kis gerinctelent a vízből. A Nagy Pólinga meg pont fordítva, neki meg lefele görbül a csőre, de kicsit nagyobb termetű madár, de hát egy összefoglaló néven ezt szurkapiszka madaraknak hívták, így is hirdették meg őket, mind a hármat, és hát közel állnak élőhelyben is, és mindenben egymáshoz, ezért is volt nehéz a választás. Ezt el is hiszem egyébként, nagyon aranyos madarak, én nézegettem már a képeket róla. Viszont bennem felmerült az a kérdés, hogy ugye a gólyatöcs a 2019-es év madara, viszont most még 2018-at írunk. Ez hogy van ez? Ez hogy működik? Hát hogy ennyire előre haladunk? Igen, hát most még ugye idén a vándorsólyom az év madara, tehát még őt ünnep, még majdnem egy
4-5 hónapunk legalább van hozzá, hogy még vele foglalkozunk. Éppen ezért hirdették meg ilyen hamar a választásokat, hogy utána legyen idő felkészülni a plakátolásra és minden egyebekre, tehát sokkal hamarabb. Érdekes volt, ugye van évfája is, azt az Országos Erdészeti Egyesület hirdeti meg, ők 96 óta szokták az évfáját kijelölni, illetve hát évhala, évgombája, évgyógynövénye, a világon most már minden van. Ők kicsit később szoktak választani. Valami miatt úgy látszik, hogy ennyi kell a Madártan Egyesületnek, hogy igazából komolyan fel tudjon készülni. Akkor az ornitológusok nagyon-nagyon alaposan rákészülnek erre a történetre. Van. És van-e már a 2020-as évre kijelölt madár esetleg, vagy van-e már elképzelés, hogyha ennyire előre haladtok, akkor... Hát ezt a Madártani Egyesület központjától kérnek ki, de ezt Budapesten döntik el, én még nem tudok róla. Elképzelhet, hogy van valamilyen koncepció, és már valamit kitaláltak, de én erről még nem tudok. Értem. És az emberek tudják egyébként, hogy van ilyen szavazás? Nagy részt? Hát 3600 volt itt a szavazás a gólyatöcsre, 2000 felül volt a másik két madárra, tehát mondhatni azt, hogy egy 10-12 ezer embert megmozgatott a dolog, hogy mennyire tudják, én ezt nem tudom. Mindenesetre, amikor már megvan az évmadara, jönnek hozzám iskolai csoportok, sokszor tisztában vannak vele, hogy mi az évmadara. Tehát már a megválasztott évmadarát általában ismerik az emberek. És hogy viszonyulnak hozzátok például a gyerekek? Én tudom azt, hogy te itthon ugye az Emisszió Természetvédelmi Egyesülettel is szoros kapcsolatot ápolsz, illetve a Magyar Madártani Egyesülettel is, és szoktak lenni családi napok, amelyeken például madarakat gyűrűztök. Hogy állnak a gyerekek manapság a madarakhoz? Úgy általában minden élőlényhez nagyon jól állnak, főleg ami ugrik, mozog, repül. Nem mondom, hogy a növényeket annyira kedvelik, mert én szeretném, ha a fákat ugyanúgy szeretnék például, mint a madarakat, de a gyík, meg egy madár, az mindent visz, főleg, ha meg is lehet tapogatni, meg kézbe lehet fogni, és a madárgyűrűzés azért jó alkalom erre, mert valóban testközelbe kerülhetnek a madarakkal, és hát természetesen gyerekekből, főleg még az ovis és az alsó tagozatos korosztályból ezt még nem lehetett kiölni. Aztán ahogy nagyobbak lesznek, hogy valahogy elviszi őket a netes világ, elviszi őket a nem tudom, tehát sok minden elviszi, a nyelvtanulás, a minden egyéb. Onnantól kezdve már úgy vettem észre, hogy kicsi szakadás van a gyerekek és a természet között. Vannak, akik valóban élnek, halnak, illetve azoknak életformája lesz, de a többség az már nem ezzel foglalkozik. Ha madarakról van szó, ugye a madáretetés is egy kardinális probléma szokott lenni. Télen ugye általában a Magyar Madártani Egyesület is arra biztat minket, hogy segítsük a kismadaraknak az életben maradását a madáretetéssel. Mi a helyzet ilyenkor a nyári időszakkal? Tilos etetni. Na, örülök, hogy ezt egy szakember szájából halljuk végre. Igen, tehát már március végén, a időjárástól függ, persze most volt március végén nagy hózáporunk is, az persze kivétel volt, de amikortól kezdve már igazából jön a tavasz, onnantól kezdve abba kell hagyni az etetést, hiszen ezek a magevő madarak, amik télen itt vannak nálunk, legtöbbször a fiókáikat rovarokkal etetik. Nagyon szükséges a fehérje a fiókáknak a fejlődéséhez, és hát jártak már úgy, hogy találtak úgy elpusztult színcinke fiókákat, hogy idős házaspár nyáron is etette őket, és könnyebbik végét fogták meg a dolognak a madárszülők, teletönték a fiókákat napraforgó maggal, és el is pusztultak bele. Tehát nem fióka nevelésre való a mag, azon túl pedig hát ugye ingyen napszámosaink a madarak, tehát az a dolguk, hogy tisztítsák a gyümölcsöseinket, a kertjeinket, tehát ilyenkor igenis fogják meg a rovart, és azt tegyék. Éppen elég, hogy mondjam, csak igazából a kiválasztódás egy kicsit gátolja, hogy télen is etetjük őket. Ez igazából nekünk öröm, nem csak a madárnak segítség. És elég az, hogy gyengébb példányok is átvészelhetik esetleg ezáltal a telet. Ha még nyáron is segítjük őket, alájuk rakjuk a széket, akkor az nem használ semminek. A másik pedig az, hogy amiről viszont télen-nyáron mindenkit nagyon lebeszélnek, az a hattyúknak, a récéknek és egyéb vízimadaraknak az etetése, tehát ez kifejezetten nagyon káros. Igazából tisztasági szempontból is, hiszen ezek a madarak emberhez szoknak, és ugye összepiszkolnak mindent, partokat, strandokat, egyebeket, másrészt pedig a madárnak is nagyon rossz, mert az ászatott kenyérdarabok és egyebek nem pótolják azokat az ásványanyagokat és egyéb természetes dolgokat, amiket ők egyébként összeszedegetnének. Tehát külön erre is felhívja a Madártan Egyesület a figyelmet, hogy ne etessük a vízi madarakat sem. Igen, mert például itt a sóstói tó körül is nagyon édesek a kiskacsák, de nem szabad őket etetni. Nem, és a sirályokat sem, meg a hattyúkat sem, meg úgy általában ne. Így van. Viszont ami nagyon fontos, az itatás. Az télen is, amikor befagy minden víz, ugyanolyan fontos télen is itatni, mint nyáron. Ebben a hőségben pedig egyértelmű,
nagyon jó, hogyha rakunk ki egy kis pancsolóvizet, egy kis itatót a madaraknak. Akkor pancsoltatni igen, etetni nem. Igen. Kanyarodjunk még vissza egy iciri-picirit az év madarához. Hétköznapi ember, esetleg madárimádók ajánlhatnak-e? Tehát a Magyar Madártani Egyesület mi alapján választja az év madarát? Például lehet ez egy madárimádó, egy amatőr ornitológus csoportnak az ajánlata alapján is? Biztos, hogy lehetne, csak szerintem ahány madárimádó, annyi kedvenc madár van, tehát igazából szerintem, hogyha 1500 ajánlatot felvesznek a Magyarországon meglevő 417 madárfajra, hát akkor az nem biztos, hogy az jóra vezet, tehát biztos, hogy figyelembe veszik, de azért valamilyen koncepció kialakul, és azért csak a szakemberek döntenek ebben. Nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégünk voltál. Azt hiszem, hogy tollasok házatáján mindenről beszéltünk. Köszönöm én is.